Elfogásának vélt helyszínén Szekszárd határában emlékeztek meg Béri Balog Ádámról, második Rákóczi Ferenc kuruc brigadérosát 312 évvel ezelőtt, 1711. február 6-án végezték ki Budán, miután 1710. október 28-án a város környéki harcokban a rácok bekerítették és foglyul ejtették. Bognár Cecília, a magyar kultúra lovagja és egyben a program szervezője hozzátette, rendkívül fontos, hogy az emberek megemlékezzenek a múlt jeles személyiségeiről. Béri Balog Ádámról legalább annyit tudjunk, ugye, hogy miért is került ő ide, mert ez egy fontos. Eredetileg ő zalai születésű, aztán később az örökségekkel kapcsolatban Faddon kap birtokot, illetve öröklődik birtoka, vagy vásárolja meg a testvérétől. Az a lényege, hogy itt fogják elenni a fánál. De a nagy csata emléke az 1708 Kölesd, és ugye 1710-ben viszont itt elfogják, és a nagy csoda az, hogy amíg Orcskai, amíg Bezerédi nevű nagy vezetők a rangjukat visszakapva, birtokaikat visszakapva átállnak, árulókká lesznek, addig Béri Balog Ádám az egyetlen, aki hűséges marad az esküjéhez, hűséges marad Rákóczihoz, és ez a nagy varázserő, hogy legyünk hűségesek és a hazához. Ez az üzenete Béri Balog Ádámnak. Olyan történelmi tényt szeretnénk ezzel tiszteletben tartani, ami a Rákóczi szabadságharcról szól. Ez azt jelenti, hogy 1703-tól 1711-ig tart ez a Rákóczi szabadságharc, aminek az egyik nagy vezére Béri Balog Ádám volt. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy megemlékezzünk a múlt nagy embereiről. Méltatlan volt Béri Balog Ádámhoz az a hely, amit ugye 1932-ben építettek ezt a kis emlékhelyet, és hát nagyon közel került az évtizedek során az út mellé, ahogy itt átalakult, és arra gondoltunk tavaly, pontosan egy évvel ezelőtt, hogy ezt fel kellene újítani, egy kicsit beljebb hozzuk az úttól, és felújítva parkká alakítjuk, hogy a tisztelet megmaradjon a Béri Balog Ádám és a Rákóczi szabadságharcnak. Azt hiszem, hogy minden ember szívében és lelkében, aki magyarnak tudja és vallja magát, ott kell, hogy legyenek ezek a nagyok, mert én ők ennek számítom. A szervező Garai János egyik versének soraival próbált meg rámutatni arra, hogy miért is olyan fontos, hogy az emberek lerólják tiszteletüket. Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, csak elfajult kor hős elődöket. A lelkes eljár ősei sírlakához, és gyújt régi fénynél új szövet neked. S ha jelennek halványul sugára, e régi fény ragyogjon fel honára. Ez az üzenete is ennek a rendezvénynek. A régi fénynek ott kell élni az emberek szívében, hogyha elmennek itt most akár kerékpárral, gyalog vagy autóval, most jó látható. Természetesen még folytatódik a park építése, bár így is nagyon szép lesz. A programra a szekszárdi Baka István általános iskola tanulói versekkel, dalokkal készültek. Mikor Balog Ádám a kardját emelte, Sándor László akkor dandárt reávitte. Vedd fel, fiam, bátran németnek lövését, nem utasz szívednek semmi röttenését. Nem utasz szívednek semmi röttenését. Mikor Balog Ádám a kardját emelte, Szekerese István is ezerét vezette. Az eseményt még különlegesebbé tették azzal, hogy egy időkapszulát is elhelyeztek. A mai rendezvényünknek van egy csúcs feladata, hogy egy úgynevezett időkapszulátnak a helyét már is itt kiástuk, ott ez a sárga csőbe. Beletettük azokat az emlékeket, Béri Balog Ádám, a Rákóczi szabadságharc, az életutakat, illetve az egész felújítással kapcsolatos fényképeket, tudósításokat, illetve térképet a szabadságharcról, vagy a magyar kultúráról, például a néprajzi területeinknek egy nagy térképét is elhelyezzük ebbe a kapszulába, és a mai nap rendezvénye még üzen nekünk, illetve mások is üzenhetnek a jövő számára. Nem tudjuk pontosan, mikor találják föl, vagy mikor tárják föl, de emlékezik talán a néző is, hogy most találtak egy időkapszulát, például egy templom toronynak a, nem tudom, keresztjébe. Na, ehhez hasonlót próbáltunk most
felállítani. Én örülök, hogy ezt elmondhattam, örülök, hogy velem éreznek sokan, hiszen már itt hallom a gyerekeket hangját mögöttem. Közel 100 gyerek van itt a Baka iskolából, vagy az Ötös iskolából, ahogy jobban ismerjük. Ők adják a műsort, dicséret a tanároknak, hogy elfogadták ezt az én meghívásomat, és közösen örülhetünk ennek az eseménynek.